hogyha megkérdezik tőled, hogy miért menjek el a Wojciech című darabra, aminek te vagy a főszereplője, te vagy Wojciech, akkor mit mondasz nekik? Hogy adod el ezt a darabot? Hát szerintem Szlovákiában nem sok ilyen előadás van, szóval hogy ilyen stílus, vagy ilyen fajta színház, úgyhogy már emiatt. Másrészt meg én nagyon szeretem, amit csináltunk, nagyon jó volt a próba folyamat. Nem tudom, hogy fogják majd a nézők venni, de hát most én nem tudom, hogy nagy képűség, hogy nem érdekel, de hogy én örülök annak, hogy ez volt az életemben, és hogy ezt meg tudtuk csinálni, és hogy itt lehettem. Az, amit tanultam 5 év alatt, vagy meg kellett volna tanulnom, azt most megmutathatom. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szuper első, vagy hogy mondjam, végzős lehetőség. Nagyon hálás vagyok érte, és remélem, hogy megugrottam, vagy megugrom azokat a követelményeket, amiket magam elé állítottam. Van olyan része, amitől esetleg tartasz? Hát a vetkőzés, most ha mondhatok ilyet, akkor az olyan volt, hogy az elején nem voltam vele teljesen megbékülve, de azt gondolom, hogy belefér. Ilyened már volt esetleg? Kamera előtt volt, de színpadon még nem. Mi a különbség? A kamerában azt mutatjuk meg, amit akarunk látni, a színpadon meg minden látszik, hogyha olyanok a körülmények. Ez egy nehéz dolog, ez a Wojciech, nem egy egyszerű szerep. Úgyhogy van benne sok rész, ami nagyon nehéz, viszont nagyon örülök, hogy ilyen kihívás áll előttem. Színház 70. jubileumi évadának egyik kiemelt bemutatóján. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak, hogy ezt az előadást miniszterelnöki külön keretből támogatták, mely támogatás nélkül ez az előadás nem jöhetett volna létre. A szlovákiai magyar színház arculatát, ahogy a többi kisebbségi színház esetében is ez igaz, ez a két kultúra mesdjéjén, metszetében való létezés határozza meg. A túlélés esélye, az együttműködés és a konszenzus. A színház alapvető célja és kötelessége, hogy reflektáljon a körülötte lévő világra, hogy tükröt tartson, figyelmeztessen bennünket társadalmunk torzulásaira. Pekný dobrý večer prajem, jó estét! Ďakujem pekne. V prvom rade sa chcem poďakovať za to, že som mohol tu dnes byť medzi vami a že sme mohli vidieť toto krásne dielo. Pre mňa to bolo naozaj veľmi obohacujúce a som vďačný za to, že som to mohol počuť práve aj v maďarčine, hoci priznám sa, čítal som titulky, ale som rád, že práve takéto predstavenia tu môžu byť pre občanov, pretože práve váš jazyk, vaša kultúra, to, čo v sebe nesiete, je dôležité, aby ste aj tu na Slovensku mohli sa cítiť doma a spokojne. Takže prajem vám ešte veľa úspechov celému divadlu a ešte raz veľká vďaka, že som tu mohol byť s vami. Ďakujem.